Jó meccs volt az. Itt közben a paksiak kerete, és hát kíváncsian várjuk majd, hogy például Evans, akiről esett már szó a stúdióban, vagy éppen Faust, aki az Alba elleni legutóbbi mérkőzésen 10 tripla kísérletéből 8-at is beszort, hogy teljesít majd ezen az összecsapáson. Természetesen Evans és Faust is ott van a kezdőben, valamint Laurent, Kis Raul és Coleman. És hát az a Branislav Zunic, illetve Zunic Branislav készíti fel a paksi együttest, akit egyrészt itt láthatunk a képen, másrészt aki nagyon, de nagyon komoly sikereket ért el. Mind a paksi, mind pedig a székesfehérvári csapattal. Ugye kétszeres magyar bajnok lett edzőként a fehérvári együttessel, és a paks csapatával is nyert bajnoki címet. És éppen az a Jesus Ramirez váltott a Székesfehérváron még 2018. decemberében, aki most is az Alba edzője. Itt az Alba együttesének kerete. És hát nagyon sokan panaszkodtak a szurkolói közül arra, hogy az idegenbeli mérleg nem feltétlenül rózsás. Hát most itt lehet javítani. Ott van Csupkovics is a kezdőben, és talán már nem is annyira meglepetés, hogy Molnár Márton kezd a magas posztokon, ugyanis ugye Csorvási a másik ilyen ember, akit tud használni adott esetben a képen látható vezetőedző, de hát Molnár remekelt a két csapat legutóbbi mérkőzésén. 15 pont, 12 lepattanó, akkor a forduló válogatottjába is bekerült. Ő az, aki egészen extrát hozott, de többen is jól játszottak azon a meccsen a fehérvári csapatból. Említhetném például azt a Govenst, aki a hajrában az Alba legjobbja volt. Volt egy hármasa és egy duplája, és azzal tudott győzni végül a fehérvári csapat. Pakson, Praks Péter, valamint Nagy Viktor és Ádám József vezeti ezt az összecsapást, a mérkőzés ellenőre pedig Fekete László. És hát tényleg bízunk abban, hogy egy sportszerű és rangadóhoz méltó remek játékot hozó összecsapást láthatunk majd itt Pakson. A Paksnak, ahogy elhangzott, jó a hazai mérlege, 5-2-es hazai mérlege van, kiegyensúlyozott csapat mind otthon, mind idegenben, és hát nem véletlenül áll a tabella harmadik helyén. És a paksiak é az első támadás, és rögtön jön a kosár, méghozzá Kis Raultól. Egy 3 pontos rögtön az elején. Nyáron a Zalaegerszegtől igazolták, 13-14 percet játszik hátlagban. De nézzük a fehérvári akciót. Jön a válasz. Guyton talál be. 193 centi magas játékos, ő is képes extra teljesítményre, 16 pontot és több mint 5 gólpasszt átlagol eddig. Carlton Guyton. Itt Guyton kosara még egyszer. 3-3 tehát. De Zunicra visszatérve, még ő edzésként Zalaegerszegen kezdte pályafutását, majd aztán visszatért Kaposvárra, ahol játszott is, de hát Zalaegerszegen is megfordult. Ljubicsics kosara. ...6-3 az Alba Fehérvárnak. Faust a labdával. Faust még mindig, és egy falt. Molnár Márton a szabálytalan. Itt még egyszer. Nem. Molnár is. Majd aztán meg Duffy is. Odaütött. És meg Duffy-ra fújták a faltot természetesen. Ljubicsics. Ljubicsics tör be. Hármas fehérvári vezetés. Kolmát hagyta ott. Ljubicsics kapja. Takács zár neki szépen, és kapja vissza. Gyönyörű volt az elzárás, leválás, és Molnár tehát a kosár szerzője. Kis.
8-3 a fehérváriaknak. Coleman. Megtalálták az üres embert. Méghozzá Faust. Szép megoldások itt a találkozó elején mindkét oldalon. De hát ezt várni is lehetett. Ljubicsics kapja vissza. Csupkovics. Jöhet a Paks együttese. Szóval Zunicsra visszatérve itt Molnár előző kosara, 2009 óta vagy a Paks, vagy a Fehérvár együttesének edzője, és nagyon komoly sikereket ért el mindkét csapattal. 8-7 közben. Gajton kosara. Rendkívül gyors játékot játszik a Paks, és erre a fehérváriak is felhívták a figyelmet. Kis Raúl. Fantasztikusan kezdi a mérkőzést Kis Raúl, 6 pontnál jár, és ezt 2-3 pontos után szerezte. Ljubicsics. Gajton. Molnár zár neki. Csupkovics. És Loránttal szemben a szabálytalanság. Itt még egyszer Csupkovics. Evans. Lóránt kapja. Horog dobás, de nem jön össze. Rövid volt. Ljubicsics. Évens szerez labdát. Próbálja ráerőltetni a Paks az akaratát a fehérváriakra. Lóránt. Ez most nem jó. De megvan a lepattanó. Nagy formában mostanában Lóránt Kis, és ketten segítik be végül. ...12-10 Faust, és még falt is volt, úgyhogy dobhat egyet utána. Fordított a Paks, és 3 pontos lehet az előnye. Szűk 4 perc telik el. ...13-10 Ljubicsics. Gajton, 5 pontos eddig a meccsen, az egy remek passz. Lépéshiba. Csupkovics nem is reklamál. Itt ez egy fantasztikus megoldás. Igen. Megjön a hazai szurkolók, a hazai közönség hangja is. A 2000-es években volt fantasztikus csapat a több alkalommal is a Paksiaknak. 4 magyar bajnoki címet szereztek. McDuffy közben. McDuffy. Kis. A szabálytalan. Kis Raúl első személyi hibája. Többen a hazai szurkolók között támadó hibának látták ezt. Volt egy hasonló szituáció, akkor valóban a fehérváriak ellenítéltek. McDuffy. 3-as, 4-es posztos amerikai, nagyon fiatal, 97-es születésű McDuffy. Azt mondják Fehérvárat, hogy nagy potenciál van benne, és erre azért többször is adott már okot. Felhívta magára a figyelmet több mérkőzésen Evans közben. McDuffy 12 pontot átlagol.
Szolnok ellen a múlt héten remekül teljesített, a 19 pontot dobott csapat egyik legjobbja volt. 13-10. Guyton beláll egy triplába, és be is megy, nem is támadta senki Guytont. Ő ennél dörzsöltebb, hogyha nem támadják, akkor simán eldobja. 13-13. Evans. Laurent. Tényleg régi fényében tündököl, 15,1 pontot átlagol, és 9 lepattanót Laurent a bajnokság eddigi mérkőzései során. Jöhetnek a fehérváriak. Fehérváron nem is rövid a rotáció, kiváló képességű légiósok vannak. És hát többen egyetértenek abban, hogy a nagy különbség náluk a hazai és az idegenbeli szereplésüknél van. Idegenben mindössze 2 meccset nyertek. Egyet még az első fordulóban a Szolnok ellen, és egy hosszabbításos oroszlányi siker van még a Tarsolyban. Itt Laurent. Első személyi hibája. 15-13. Molnár tette tovább a labdát Guyton. Markovics próbálkozott. Ő is volt Zunic játékosa. Aztán vége nem lett valami jó kettejük kapcsolatának. Távozott is Fehérvárról, előbb Kaposvárra. Majd Kaposvárról visszatért Fehérvárra, és csapatkapitány is lett. Kamárkovics. Ljubicsics. Jó volt az észrevétel, remek volt a labda. Nem sikerült azonban elkapni a Molnár Mártonnak. Aki top 10-es lepattanózó az egész bajnokságban, több mint 7-es átlaga van. És ahogy az Zunic Branislavra igazából jellemző, rotálja folyamatosan a csapatát. Evans tovább Laurenthoz. Most benne a paksi csapatkapitány is, Kovács. És jön a kosár, Fausta szerzője. Kovács Ákosnak ez már a 10. szezonja egyébként Pakson. Kisebb-nagyobb megszakításokkal volt Fehérváron is egy rövid ideig Kovács. Kecskeméti fiúról van szó. Szép megoldás. Guyton egyértelműen a legjobb eddig a vendégeknek, 10 pontnál jár már Guyton. 3 perc még az első negyedből. Zunic bosszankodik. Tépni a haját. Dühében. Evans. Jackson is a pályán, a Paksban. Nincs szabálytalanság. Ljubicsics. Megint egy remek labda. És érkezik McDuffie-tól a kosár. Ha ő elindul, akkor nagyon nehéz megállítani, erre láthattunk példát. Laurent. Laurent még mindig, hát ez rá is igaz. Jó a meccs eddig. 20-17, Laurent 4 pontos, Faustnak van 8, Kis Raulnak 6 a paksi csapatból. Picit hosszú volt a dobás most Guytontól. Evans, gyönyörű volt az induló csel. Sportszerűtlen hibát ítél a játékvezető. Méghozzá Ljubicsicsnál.
Jubics is nem érti, dühös. Most magyarázzák el a parketten lévőknek, hogy mi is történt igazából. Na, a pici közjáték után azért csak elvégzi majd Evans a büntetőt. Ő tavaly is Pakson játszott, de aztán megsérült, távozott a csapattól Shannon Evans. Viszont a szerződése 2 évre szólt, úgyhogy erre az idényre felépült. Meg hát amúgy is felépült volna természetesen, és visszatért a csapathoz. És a szabályok értelmében oldalról jöhet a paksi csapat a büntetők után. Kovács. Lóránt. Ez nagy csata. Csorvási és Lóránt között. Kovács. Lóránt. Csorvási mellett. ...21-17. Kis tér vissza majd a pályára. Ezért áll most egy picit a játék. Lóránt pihen, Zunic is megtapsolja. És Lóránt Péter egy nyilatkozatában elmondta, hogy nem véletlen, hogy a Paksot választotta, hogy ide írt alá, hiszen Zunic személye meghatározó volt a döntésében. Govens. Fontos láncszeme ebben a szezonban az Albának. A Falkó nyerő embere volt nagyon sokáig. Tavaly bajnokságot is nyert a szombathelyiekkel. Jackson terült el a földön. Csorvási. Markovic törbe. És ismét dobhat a Paks. 21-19. Jackson első büntetője nem jó. Justin Jackson. 30 éves játékos. Govens. Másfél perc még az első negyedből. Govens. Ez jó. Tiszta dobó helyzet volt, és a sarokból egy nagyszerű tripla. Guyton átveszi ismét a vezetést a fehérvári csapat. Guyton extrát nyújt eddig, 13 pontnál jár. Evans. Velkei. Csorvási második személyi hibája. Ő az első, aki összegyűjtött 2. Takács Milánt is láthattuk egy pillanatra. Ő is a pályán. Nagyon fiatal, 2000-es születésű játékos Takács Milán. Hát Jackson nem a legjobb büntetőző. Az első 2 még úgy, ahogy tűrte. A paksi közönség most azonban elkezdett hüledezni. Ez már bemegy. 22-22. Coleman is érkezik hamarosan a paksiaknál. Miközben Markovic a palánk alatt. Govens. Molnár segít be. Govens, nincsen kosár. 40 másodperc még. Szép a zárás Molnártól. Mégsem őt választotta Govens, pedig ott volt a folyosó. Evans. Jackson. És jó a kosár. Jackson.
Ismét a Paks vezet. Hát hasonlít ez a meccs a két csapat legutóbbi találkozójára. És Paksi labdaszerzés, Evans! Elrontja a negyed végét a Fehérvár. 26-22. ...5,9 másodperc még, és Zunic Branislav időt kér. Kitalál még valamit ide a végére, az első játékrész végére. Itt, amikor Takács elveszítette a labdát, vagy inkább mondjuk azt, picit megvédve a fiatal játékost, hogy Evans volt szemfüles, és megszerezte. És rögtön ezt követően jött az a szituáció, amelyet követően ismét a Pakshoz került. Na nézzük az utolsó másodperceket, az időkérést. Követően Evans! Nincsen tripla, de azt gondolom, hogy a Paks így is elégedett lehet a játékrész végével. Ettől függetlenül a Fehérvár abszolút meccsben van. Tehát egyáltalán nem mondható az, hogy a Paksnak egyértelmű a fölénye. Ami a statisztikát illeti, Guyton 13 pontos, és ezzel a legjobb a pontok terén. De Faust a másik oldalon, a Paksiaknál 8-nál jár, ott sokkal jobban megosztanak a pontok. Na és hát itt akkor képernyőn is a további részletek. Olyan hűde nagy különbség nincsen a két csapat között. Mondjuk az eladott labdákat illetően. Viszont igen, 8 a Fehérvárnál, 4 a Paks gárdájánál. És hát ha valaki az elejétől kezdve nézi a közvetítést, még az edzői nyilatkozatokat is láthatta a mérkőzés előtt, és abban direkt felhívta a figyelmet arra a fehérváriak vezetőedzője, Jesus Ramirez, hogy nagyon, de nagyon oda kell figyelni arra, hogy minél kevesebb legyen az a bizonyos eladott labda. Hát ezt nem fogadta meg a csapata Guyton elemében. Jackson, amikor bele erőltette a gyűrűbe a labdát, és aztán ez már a negyed vége. A csapatok már a pályán, következik hamarosan a második játékrész. Faust kitűnő öröme, tele van energiával, mondjuk ez itt Pakson talán nem is meglepő. És akkor jöjjön az a bizonyos második negyed, a folytatás. Kovács. Kis. Jackson tovább. Coleman. Nincs kosár. Lukács is beszáll most az albába. Éppen nála a labda. Ljubicic kapja vissza. Molnár. Ljubicic. És már kilépett Orlando Coleman. ...26-22...
26-22. Ljubičić. Ott van Govens is. Ez szép játék. Govens és Faltal együtt jó a kosár. Megcsinálhatja a 2+1-et a fehérvári csapat. Itt Lukács is nagyon, de nagyon dicsérhető. Govens hasonlóképpen három ember között hámozta be a labdát a gyűrűbe. Govens 26-25. Az előző mérkőzését a Paks a Kecskemét vendégeként 105-99-re nyerte január 3-án Coleman közben. Coleman, és bemegy. 28-25, 4 pontos Orlando Coleman. Ljubičić. 15 másodperc még a támadó időből. Ljubičić. Labdaszerzés Paksi részről, Jackson, Kics, két nagyszerű hármassal kezdte a mérkőzést Kics. És jön egy másik hármas, most nem Kistől, de egy másik magyar játékostól, Velkei Jánostól. Szezon közben érkezett Velkei a Debrecentől, elkezdett Pakson edzeni, aztán nem sokkal később szerződést is kapott. Govens, jó észrevétel, Molnár. Jöhet a Fehérvár. Jackson mosolyog az eseten. Itt még egyszer az ismétlés. És nem is Jackson, hanem még Coleman az, aki Molnárt követően hozzáért a labdához. 31-25. Volt az első negyed. Govens. Govens. Lorán szedi össze. Jackson segít be. Kovács pedig hozhatja. Kovács tör be. Ez szép passz, és Jackson érkezik. Kovács bátorsága is nagyon kellett ez a Paksi kosárhoz. Meg hát Jackson makmerősége a végén ezzel a nagy zsákolással. 33-25. Jackson 5 pontnál jár, időt kér az Albafehérvár. Let's play. Let's run one way. This side three. Yeah, Luca. Run the court like this. Yeah, but leave. Govens, Slaven, Marci. Let's see if you have already directly the kill. Nobody's here. Marco, pass the ball and move. Okay. Yeah, pass the ball and move. Yeah. If nothing happens, in they send to the left. Then here, Slaven corner. Sorry, Slaven up. Luca here. This is screen. After you go to work. Okay? Venga. Hey, limit your dribblings. A lot of hands, a lot of traffic. We are having one dribbling too much. Hey, one dribbling too much. Share the ball, limit your dribblings. Venga. Next defense, let's go. Let's go. Let's go. Igen, a játék minden szegmenséből egy picit többet kér a Fehérvár vezetőedzője. Most hát nem lepődnék meg, hogyha egy kinti dobás következne majd, mondjuk a sorokból. Itt Velkei legutóbbi, és a Paks legutóbbi kosara az a tripla. Majd aztán ugye jött ez a nagyszerű zsákolás. 33-25. Csupkovics. Szerb magas ember. Eredendően négyes a posztja, de nagyon muszáj, akkor az ötös posztot is megoldja simán. Ljubičić. Molnár segítedve Csupkovics. Markovics. Megint Csupkovics, Jackson. Teátrális a mozdulat tőle, de egyértelmű volt a szabálytalanság. 33-25. Picit azonban ötlettelen támadásban
az Alba-Fehérvár, de a fehérvári az a csapat, amely ezen bármikor képes változtatni, mert megvannak hozzá megfelelő emberei. Govens. Hozzáteszem, hogy inkább a Paks dicsérete ez, amely remekül védekezik, lépéshiba. És jöhetnek a paksiak. Govensnél. Ismét megjön a hazai nézők hangja. Belkei hozhatja majd játékba a labdát. Itt Guyton. Kovács. Lóránt. Kovács. Egyedül próbálta meg a csapatkapitány. Támadó hibát ítélnek Jubicic. Még Jackson mondott neki valamit, azt nem kellett volna. Kovács kapott egy nagyot, itt még egyszer. Ez nem Jubicic meccse idáig. De volt az előző negyedben is egy szituáció, amikor porcelütlen hibát ítéltek nála. Most pedig jön a válaszként a paksi kosár. Coleman. 36-25, 10 pont fölött a különbség. Guyton. Markovics. Igen, el kell kezdeni a Fehérvárnak kintről dobni, hogy tudja tartani a lépést a Paksal. Jubicic. Elindul Molnár. Ott van Kovács is. Kovács a szabálytalan. Kosara még egyszer. Jubicic. Már jó a kosár. Jubicic. 36-27. Kovács. Lóránt. Belkei. Jön a másik tripla is tőle. Hát sülök ez a mai mérkőzésen. 39-27. És az, hogy kvázi a kiegészítő emberek is ennyit hozzá tudnak tenni, Csupkovics válasza közben. Picit lehűti azért a hazaiak kedélyét. De ettől függetlenül, hogy a padról is ilyen pontok érkeznek, az még sokat jelentett a paksiaknak. Lóránt. Szép volt a bejátszás, nincs szabálytalanság. Csupkovics mellett tűnt el Lóránt. Jackson a földön. Követően kell majd figyelni, ugye ott Lóránt eltűnt, de nem történt szabálytalanság. Jött volna a Paks, de aztán jöttek a játékvezetők, és ezért tüntetett nagyon a hazai publikum. Aztán szépen lassan megnyugodnak a kedélyek. 39-30-ról folytatódik a mérkőzés. Jackson is most már talpon. Kovács pedig még mindig az előző eset nyomait őrzi magán. Kovács. Lóránt zár neki. Kovács.
szépen masírozik be. 41-30. Újra visszaáll a 10 pont fölötti különbség. Ez a negyed most egyértelműen a Paksiaké. Csupkovics, Kovács a szabálytalan. Második hibája. És most jön majd Faust. Velkeit váltja, és jön Evans is. Evans pedig Kovács helyére érkezik. Folyamatosan forgatja a csapatát Zunic Branislav. Ljubicic. És Molnár. Molnár. 41-32, 4 pontos Molnár Márton. Faust. Lorant. Középtávoli, nincs kosár. Ljubicic. Molnár vált le Embeléről, de nem kapta. Ljubicic dobása, Molnár segít be, de megint élelmesebbek voltak a paksiak. Faust! Faust és bemegy! Nikolas Faustnak megy a játék. 30 pont a szezon csúcsa, azt a Debrecen ellen dobta, de hát az Alba elleni legutóbbi mérkőzésén a Paksnak is eljutott 26-ig, a Pécsnek 26 pontot dobott. Időkérés a vendégeknél. 11 pontos Faust. One team foul. You are following and following and following and following. Venga, please, please, hey, please. Venga, venga, venga. Everybody, everybody. Your body language, everybody. Everybody. Your body language. Let's go, let's go. Venga. Transipik. Hey, Transipik, remember. Hey, remember. Let's see, you can leave the corner. We have the same action. Okay. Eyes, but with nobody here. Okay? Venga. Next play. One good 23. Hey, execute, tough. Hey, use the screens. Get open. Hey, get open. Don't go. Because you have been running well. Respect to 23. Érezte Jesus Ramirez is, hogy fel kell rázni a csapatát. 2018. decemberre volt a Alba edzője. Előtte az U20-as csapatnak volt trénere, ugyancsak Fehérváron. És vezetőedzőként az első élvonalbeli felnőtt csapata az Alba-Fehérvár a spanyol mesternek. És hát igaza van, hogy nagyon sokszor le vannak maradva az emberek a paksiakról. A védekezést azt összeszedettebben kell látszania a fehérváriaknak. Lorántnál a személyi hiba. Csupkovicsot láthattuk egy pillanatra. 23 percet játszik és 10 pontot átlagol Csupkovics. Nem tántorod be a labda. 44-32. Faustot kellett figyelmeztetni, de aztán jött a második büntetődobás. Csupkovics. Nem akart összejönni neki. 3 pontos mindössze Csupkovics. Egy hármast szórt be ezen a mérkőzésen idáig. Ljubicic. Ljubicic még mindig. Csupkovics, ez szép csel. Aztán Molnár.
Paksi a labda. De Guyton 13 pontos, de a többiek nem akarnak mellé megérkezni. Jubisic a pontok tekintetében a második legeredményesebb az Albánál, 5-nél jár. Faust, remek passz, és jön is a kosár. Ami az asszisztokat illeti, 12-nél jár a Paks csapata, dupla annyi, mint a Fehérvár, és azért ez is különbség. Nem is kicsi, Guyton. Jackson, Coleman, 46-32, Faust. Evans. Lorán zár, Evans, ha bemegy, tripla! Egy hiány, 50-nél jár a Paks. És még 3 perc van a fél időig. Elképesztő dobóforma. Molnár. Jubicic. Jubicic még mindig. Még közelebbről sem akar összejönni most a kosár a Fehérvárnak. Hát láttuk már őket többször az M4 Sport képernyőjén ebben a szezonban is. És sokszor nyújtottak nagyon jó teljesítményt, most egyelőre elmaradnak, azt gondolom a vártól. Kis Raul érkezik Lorát helyére. Önök nem látják, de Jackson indult el a kispad felé, azonnal visszatessékelte őt Zunic. Meg Lorát is szólt neki, hogy hé, öreg, én jövök. Guyton! Guyton! Csorvási! Paksiak jöhetnek. 49-32. Sokan a paksiak orra alá dörgölik, hogy igazán nagy rangadót még nem nyertek meg ebben a szezonban. Viszont az összes többi meccsüket nagyon magabiztosan nyerték kics közben. Evans! És hogy mire gondolok, ugye kikaptak az első Falkótól, a második Körmentől, a negyedik Szolnoktól, valamint ugye a Fehérvártól is Fehérváron. De emellett ugye 10 meccset nyertek. 49-32 még mindig. Govens. Csorvási. Jackson a szabálytalan. Csorvási most nagyon határozott volt ennél a szituációnál. Jön Lorant vissza a pályára. Coleman kap egy pici pihenőt. Pontosabban vizet, és Jackson megbeszéli a történteket Zunicsal. Ja, ő volt szabálytalan Csorvásival szemben. Jacksonnak a második hibája, és egy picit jobbnak látja őt most pihentetni Zunic Branislav. Csorvási az első pontja a mérkőzésen, 49-33. Jön a második is. Közte 15. Kis. Lorant. Coleman. Coleman. És megint csak falttal együtt jó a kosár. Ebből is összejött egy 2+1. 51-34, 50 pont fölé megy az atomerőmű, és 10 pont fölé Coleman. Most már 11-nél jár, és jöhet a 12. is neki. Fehérvári támadás következik. Guyton.
azért, ha itt a félidő hajrájának a utolsó szűk két percét meghajtaná a Fehérvár, mindenképpen izgalmasabbá tenni a folytatást. De így nem. Guyton adta el, Lóránt volt szemfüles. Faust! És a kosár jó volt. Most tudják meg a nézők is. 54-34. McDuffie. Ugye volt az Albánál is ilyen goaltendinges szituáció, nem is olyan régen. Markovic. Coleman. Csorvási lépett ki rá. Oly, az nagy labda! Lóránt irányába. Markovic a szabálytalan. Ezen nagyon sportszerűen elnézést kér. 54-36. Ez fantasztikus átadás volt. Markovic első hibája Lóránt. 4 pontos eddig a meccsen. Most már 5. És hát Guytonra nagyon, de nagyon odafigyel a Paksa második negyedben. Már még mindig a legeredményesebb a vendégeknél, de továbbra is 13 pontnál jár. A hazaiaktól Faust, aki ugyancsak 13 pontos. Govens. Markovic. Beláll a középtávoliba. Csorvási. 40 másodperc még a fél időig. Elindul Markovic. Nincs szabálytalanság. És technikait kap a Fehérvár méghozzá azért, mert a vezető edzője, Jesus Ramirez szóvá tette a játékvezetőknél a történteket. Nagyon ideges látszik a spanyolon, meg lehet érteni. 20 pontos hátrányban a csapata. Evans. 7 pontos Evans, 57-36. Jackson, valamint McDuffie találja meg egymást. Gyorsan oda mennek a játékvezetők is, semmiféle extra dolog nem történt, összeszólalkoztak, de most már rend van, és rendnek is kell lennie. Eddig a játékról szólt ez a mérkőzés, és legyen ez így a folytatásban is. Cunis Branislav időkérése. És itt az a bizonyos szituáció, amiről beszéltem. Let's play motion. Ami a duplákat illeti, a két pontos kosarakat, 21-ből 13 sikeres a fehérvári, illetve az atomerőmű csapatánál, míg a fehérváriaknál 16/9. Ez is azért különbség, és hát a tripláknál is 13/8, a Paksnál 12/5, a fehérvári csapatnál. Óriási formajavulás kell a vendégektől. Nyilván vissza van még két negyed, nem kell és nem is illik, nem is szabad temetni ilyenkor. A vesztésre álló csapatot láttunk már. Komoly fordításokat, akár ebben a szezonban is. Govens!
37-37. És akkor jöhetnek a paksiak. Kis. Kovács. És Kis. Az első negyedet két triplával kezdte, és most is beszór egyet. 60-37, Kis Raúl, 9 pontos. Gájtan. Markovics. Fantasztikus, amit a Paks produkált az első két negyed során. Véget ért az első félidő, 60 pont egy félidő alatt. Ez nagyszerű dobó teljesítmény, és egy nagyon összeszedetten játszó támadásban és védekezésben is kiválóan kosárlabdázó hazai csapatot láthatunk, illetve láthattunk, és hát természetesen jön majd a folytatás is hamarosan. De előtte interjú, majd aztán a stúdió, a szünet, és utána a folytatás. Kobák Róbert jelszó. Kis Raúl áll itt mellettem, 8 másodperc után már egy triplával köszöntéve dobtál még kettőt a mezőnyben is, a palánk alatt remekelsz, de talán a legfontosabb az, amit az eredményjelzőn látunk, egészen szenzációs 60-37-es előny, minek köszönhető ez a lehengerlő szereplés a részedről és a csapat részéről? Úgy gondolom, hogy agresszívan jöttünk ki az első félidőben, és ezt szeretnénk tartani a második félidőben is. Nagyon agresszíven próbálunk védekezni, és megpróbáljuk őket megállítani a periméteren, illetve a gyűrű alatt is. Szerintem ebben van a kulcs a védekezésben. A támadás az úgy is jönni fog, hogyha a védekezés össze van rakva. Hogyan tudjátok féken tartani az Albát, a egyik legponterősebb csapatot? Az agresszivitás szerintem a labdásokon, illetve a pick and roll játékokban a besegítésekkel. Csak zárásként, ezt a tempót nehéz már fokozni. Mi lehet a folytatásban a lényeg, tartani ezt a különbséget, vagy lehet még rátenni egy lapáttal? Szerintem lehet még rátenni egy lapáttal, de hogyha ez marad a különbség, szerintem azzal is megelégszünk. Köszönjük szépen! Thank you.
Mester, mit csinált, hogy ilyen formában vannak? Még nincs vége a meccsnek. Ez a párbeszéd egy pár perccel ezelőtt zajlott le Zunis Branislav és az egyik paksi néző között, és valóban azért, bár tetemes a hátránya a fehérváriaknak, de a Fehérvár egy kifejezetten jó csapat, élcsapatnak számít a magyar mezőnyben, azért semmiképp sem szabad leírni őket. Minden esetre 60-37, ez egy tetemes különbség, és volt szerencsém beszélgetni pár mondatot Zunis Branislavval a félidőben, és azt mondta a statisztikát nézve, hogy tényleg elképesztő az a dobó százalék, amit mutatott a csapata. Hát ha csak a triplákat nézem, közben Lóránt, akkor az 64,3%-os hatékonyság, ez valami egészen elképesztő, 14-ből 9 ment be. És hát kis Raulnak ebben oroszlán része van, közben egy szép zsákolás. Méghozzá meg Duffy részéről. És ez kisnek a szezonban abszolút a legjobb meccse, három triplás meccse nem volt még. De talán felnőtt karrierje során sem. Fehérvári kosárral indul tehát a második fél idő. És hogyha a mezőnyből nézzük összesen a hazaiak kosarait, akkor az pedig 62,9%-os hatékonyság. Az is óriás. És az Báder Marci is elmondta, nem dob olyan rosszul a Fehérvár, hanem inkább sokkal extrán dob a Paks, és ez ami a nagy differencia. No, meg hát azok a bizonyos eladott labdák. Evans. Evans még mindig. Nincs kosár. Ubicic tovább. És jön még egy, most egy egykezes zsákolás meg Duffy-tól. Kettőnél járt, két pontnál meg Duffy a félidőben, most már hatnál. Guyton szabálytalan. Kifejezetten jól teljesített az első félidőben, különösen az első negyedben. 4-ből 3 pontosa volt, sikeres. A duplákat is jól értékesítette. Kovács. 20 ponton belülre jön a Fehérvár. Jackson, lépéshiba. Jubicic, a legtöbb lepattanót ő szedte a fehérváriakból, támadóból és védőből is. 5-5 van neki. Azt reklamálja Zunic, hogy nekik kellene jönni. És nem Zunic, hanem a kispad reklamálása miatt technikai. Rögtön itt a második félidő elején. Hát nem kezdi jól. És nem véletlenül volt annyira óvatos Zunis Branislav a félidőben. A harmadik negyedet a Paks csapata. Markovics.
teljesen fölösleges ilyenkor ezt ennyire durván szóvá tenni, meg hát nyilván, hogy ilyenkor a játékvezetők mindent észrevesznek. 60-42, és a büntető után jöhet az alapvonalról a Fehérvár. Jubicsics, Csorvási most a pályán, jó az árás, Jubicsics még mindig Lóránttal találkozik. 60-42, itt elindul Jubicsics. Aztán Kovács, záporoznak a személyi hibák a hazaiaknál. A harmadik hibája Jackson mellett, most már Kovács is három személyi hibánál jár. Lórátnak kettő van, Kolmennek ugyancsak kettő. Különbség 18, és ez tovább csökkenhet. Jubicsics, a szép, és Csorvási. Hát csőstüljön a baj most a paksiaknál, ugyanis Lórát meg a lábát fájlalja. Aztán megköti a cipőjét. Combjait fogta Lórán, de most már úgy néz ki, hogy rendben van. Paksiak kiválósága, Evans. Háromszoros magyar bajnok egyébként Lóránt Péter, már nagyon fiatalon, 2003-ban, 18 évesen. Nincsen szabálytalanság, Faust majd megőrül. Szóval 18 évesen a körmendel lett először. Guyton túldobta egy kicsit, Faust tovább. És Evans tutira ment. Megvan az első kosara 3 perc után a harmadik negyedben a Paksnak. 62-44, Csorvási kapja. Emel bele a középtávoliba, McDuffie. Guyton tovább. Csorvási, a szép bejátszás. Hárman is ott vannak. McDuffie, ő a szabálytalan. Kis és Coleman készülődnek beállni közben. Itt ez egy nagyon jó meglátás Csorvásital. És aztán végül McDuffie. Ezt illet volna befejezni. Bár hozzáteszem, ott voltak többen is a hazaiak közül. A három triplát jegyző Kis is a pályán, tehát éppen nála a labda. Coleman. Személyi hibákat tekintve sokkal jobban áll a Fehérvár, mint a Paks. Még nincs olyan játékos a vendégeknél, akinek három lenne. Jubicsics, Csorvási, ez szép játék. És aztán McDuffie, nem vagyok benne biztos, hogy Jubicsics első szándékban nem McDuffie-t akarta megjátszani, minden esetre Csorvási is közbeavatkozott, és végül azért jól jön ki belőle a Fehérvár. Evansnek mond valamit Zunics közben, itt még egyszer az előző akció, és Faust szabálytalansága. McDuffie első büntetője jó. 62-45, és amiről szintén a stúdióban beszéltek Tihany Viktorék, hogy kell, hogyha Fehérvár itt vissza szeretne jönni a meccsbe, az, hogy Guyton mellett még legyenek olyan emberek, akik tényleg pontszerzésben is jeleskednek, meg a játék többi elemében, hát most talán McDuffie személyében megtalálta ezt az emberét. A fehérvári csapat közben kisemert rá egy triplát, ez utána nem volt jó. Majdnem labdát szerzett közben. Guyton, Markovics. Időt fog majd kérni valószínű Zunics. Faust, és jó a zsákolás. Szép a zsákolás. Faust. 64-46. Aztán mégis jelezte a paksiak trénere, hogy megváltoztatja a döntését, mégsem lesz időkérés. Guyton, újabb eladott labda, Evans.
és megcsinálja. Nick Evans. 11 pontos. Ő is most már 10 fölött. Ez pedig egy remek passz a Shannon Evansnek Faust felé. Ez az előző kosár. Időkérés a vendégeknél. You are defending, you are running. Try to put yourself in the paint. From the paint, create. Now, and now we are playing some. Venga, thank you. Venga, if they switch with Loran, he use five up. If he's the four. If the five, he's five down. Okay, so, the guy defended by Loran, here. Milan. Here. Marquis. Yes? If they switch, it's a screen. To go inside. We have to go inside. You read what do you have. And you read what do you have. Go inside, or pass back, or back close, don't go outside. It's clear? I think it's clear. It's clear or not? Break now, eh? Yeah, from the corners, they switch, leave, triangle. Or nothing happens, side. Attack from outside. Venga, venga, save. Press break now, press break. Well, let's get there, my man. Hát igen, támadásban több kell, de hát ezt tudtuk, hogy remek passz volt Csorvásitól McDuffie-nak. Itt pedig Markovics játszotta magát tisztára, és megint csak McDuffie. A második félidő legszebb jelenítéből válogattunk. Ljubicsics 66-46-nál. Hát ez egy hazai gyűrű. Markovics hibázott. Jelinsfeld még továbbra is sérült. A paksiak kiválósága, műteni kellett, még a szezon előtt sérült meg. Ó, de szép zsákolás. Meg Duffy. Sokat áll a játék, sok a pici szabálytalanság hiba mindkét oldal részéről, meg Duffy-nak a harmadik személyi hibája ez már. Az első fehérvári játékos, aki eléri a három személyi hibát. A légiósok közül a paksi csapatnál Putni az, aki nem játszik ezen a mérkőzésen. Evans! Lóránt. Rövid. Visszakerül Lóránthoz. Evans. Eldobta egyből, játszhatta volna ezt még a Paks. És jön a tripla. Coleman. Jacksonnak mutogatott még valamit a kosár után. 69-48. Orlando Coleman 15 pontos. Akár csak Nick Faust. Lóránt is elképesztő nagy küzdő, nagyon akarja a sikert. Akár csak Faust, akinek az egész mérkőzés alatt elképesztően jó kedve van. Tényleg élvezik a játékot. Jön Csupkovics. És hát Lórántról még annyit ugye említettem, hogy 2003-ban a Körmenddel, majd 2014-ben a Szolnokkal lett magyar bajnok, és 2017-ben az Alba-Fehérvár legutóbbi bajnok csapatának is tagja volt. Coleman! És ez is bemegy! Egészen elképesztő! Mint ahogy az előttem táncoló Jackson öröme is. Ljubicsics! Válaszolna, próbálna válaszolni az Alba-Fehérvár, de nem jönnek a kosarak, a sikeres távoli kosarak. Kisközben Lóránt!
milyen szép összjáték volt. És Laurent befejezése is klasszishoz méltó. 2+1 jöhet össze. És tényleg hihetetlen, hogy Laurentot mennyire szeretik Fehérváron. Ezzel kezdtem a közvetítést. Nem jön össze a 2+1. De a Lóri Rigmus az nem csak a paksiak, hanem az ide érkezett fehérvári szurkolók részéről is ment most. És hát igen, amellett, hogy 17-ben bajnoki döntőt nyert a Fehérvárral Laurent, emlékezetes volt a Szolnok elleni Magyar Kupa döntő. Közben Coleman újabb kosara, amikor is a győztes kosarat Laurent szerezte, és 59-58-ra nyerte meg a Magyar Kupát az Albafehérvár, amelynek akkor éppen Zunics Branislav volt az edzője, aki most ugye a paksiakat irányítja. És ugyanúgy a játékos a Laurent. Coleman! Ez most nem megy be. Govens, tényleg itt a zsűri asztalon együtt nevetünk, mosolyogunk azon, amit Jackson bemutat előttünk. Az sem mindennapos. Evans! 76-48. És nem jön össze az alley-oop. De lehet tripla még, nem? Ez rövid. Hát most már abszolút a szurkolóknak is játszik a paks. Csorvási! A kosár jó. Jön Lukács is a pályára. 76-50. Lukács a fehérváriaknál. Markovics. Jackson most már a pályán. Azért ezt nem bánjuk, megmondom őszintén. Csorvási. Kitáncol a labda a gyűrűről. És most Csorvási is pihen egy picit, jön Molnár. 80 pont közelében az atomerőmű. De hát 76-tal is simán meccseket lehet nyerni. Govens! Látványos mozdulattal próbálta föltenni, és aztán nála a hiba. 76-50. Hihetetlen nagy meccsei voltak Govensnek még a Falkó játékosaként. Nyáron igazolt Fehérvárra. Ezen a meccsen is, mint oly sokszor ebben a szezonban a padról jön és próbál segíteni. 88-as születésű játékos Derin Govens! Lukács! Nagyszerű zsákolás volt. Aztán jön a válasz. Coleman nagy formában. Az első, aki eléri a 20 pontot, Orlando Coleman. Lukács megint. Itt még egyszer Coleman triplája, de előtte Lukács zsákolása is nagyon szép volt. Lukács Norbert 2001-es születésű fiatal magyar játékos. Több mint 10 percet átlagolt annak ellenére, hogy ilyen fiatal. Tényleg egy nagyon atletikus, jó mentalitású srác, ezt mondják róla. Közben Csupkovics készülődik büntetőzni.
79-52 tehát. Csupkovics. Csupkovics. 79-53. 4 pontos Csupkovics. Kovács. Ismét Kovács. Coleman. Hárman támadják Coleman-t. Ezt itt lehetetlen volt megcsinálni jól. 36 másodperc még a negyedből. Guyton. Csupkovics. Csupkovics még mindig. Ez szép volt. 79-55. Kovács. Jackson zár. Govens és Kovács egymással szemben. 8 másodperc. Kovács szépen válik le az emberéről. Miután Jackson besegített, de nem volt végül kosár. És most sincsen. Csupkovics próbálta meg. 79-55. A nagy különbség továbbra is megmarad, de hogyha így játszott volna ilyen szellemben, ilyen felfogásban a Fehérvár az első fél időben, az első két negyedben, akkor azért többet ért volna el talán, de hozzáteszem, hogy extrán dob a Paks ezen a mérkőzésen, ezért is mondom, hogy talán. A harmadik negyedet 19-18-ra nyerte végül a paksi csapat. Ha összehasonlítom a három játékrészt, akkor messze ez volt a legszorosabb. Az elsőt 26-22-re, a másodikat 34-15-re hozta a fehérvári csapat. 1200-an vagyunk egyébként itt Pakson, az atomerőmű csarnokában. És hát van minek örülni. Mindenki a maga módján, a hazaiak részéről, de lelkesedik nagyon azért, amit mutat és produkál ezen az estén a Paks gárdája. Lórántnak még egy-két jó szó, kis túlzással mondhatnám atyai jó tanács, hiszen tényleg nagyon jó viszonyt ápol Lóránt és Zunics. Ahogy említettem, volt Fehérváron is edzője Zunics Lórántnak, és nem véletlenül igazolt ide a nyár folyamán Lóránt Péter. De hát azért tegyük hozzá, hogy nem csak belőle áll ez a paksi csapat. No és hát itt vannak a fehérvári drukkerek, akikről már annyit meséltem a Lóránt Péter iránti tiszteletükről, szeretetükről. Gyakorlatilag az egész mérkőzés során őt éltetik. És azért Zunics munkássága is beíródott a fehérvári aranykönyvbe, hiszen nem csak a paksiba, hiszen ugye két bajnoki címet is nyert, és hát a Fehérvár összesen két edzővel nyert 5 bajnoki címet története során, még 1998-99 és 2000-ben a Farkas Sándor révén, és a képen látható Zunics aztán a 2010-es években hozott 2 aranyérmet. Lukács. Guyton. 79-55. Guyton tovább. Az jó labda. Lukács. Nincs tripla. Nem dobja olyan jól a hármasokat, mint Kis ezen a mérkőzésen. Kovács. Lóránt. Lóránt! 80 fölött a Paks. Hát tökéletesen kezdődik a negyedik negyed is a hazaiak számára. Csupkovics. Jön a válasz. Kovács.
Kovács. Csukovics vágott oda. Kis Raúl jön Jackson helyett. Csukovicsnak ez a harmadik személyi hibája egyébként. Jackson akármikor jön le valamit, mindig szóvá tesz Zunicsnál. Lorant beleáll a középtávoliba, ez picit rövid. Govens. Kevesebb, mint 9 perc a végéig. Guyton. Nem minden paksi ért egyet most a játékvezetők ítéletével. Velkei János személyi hibája. Itt a lassításból azért jól lehetett látni, hogy igazuk van a bíróknak. 82-58. Molnár Márton 5 pontos. Két csapat legutóbbi meccsén 15 pontot és 12 lepattanót jegyzett Molnár. Velkei fantasztikusan csinálta előtte Kovács Ákos. Nem lett belőle kosár. Guyton, Lorant védekezése. Fehérváriak jöhetnek. Zunic azt mondja, hogy videózzák ezt a történetet. De szerintem nem így történt. Hát, nem mondom, hogy nincs igaza. Govens közben. Tripla volt, 7 pontos Govens. 82-62, közte 20. És 8 perc van még. Kovács megkapja a zárást Lorántól. Kovács, és ez is bemegy a Paksnak. Egyszerűen nem tud leállni a jó dobásokkal a paksi csapat. Amikor egy pici, egy nagyon halvány remény van, és ezt tényleg tegyük nagyon-nagyon zárójelbe ezt a halvány reményt, mert tehát 20 van közte, sőt most 23, akkor mindig jön egy extra dobása a paksiaktól. Evans jön majd Kovács helyett, itt Fausttal szemben. Szabálytalanság. Kovács nagy tapsot kap. Ez egy bravúros kosár volt tőle. Evans. Lorant. 10 másodperc. Kapkodnia nem kell a Paksnak. Csukovics és Evans. Csukovics nagyon kemény az utóbbi percekben, ez tény és való, de hát nem így kell ezt lereagálni. Ezt majd eldöntik a játékvezetők, ki mennyire szabálytalan. Igen, itt azért ez nem volt szép Evans, vagy Csukovicstól, de hát Evans-től se. Lorant is elmeséli a történteket, és a játékvezetők pedig majd megnézik, hogy mi is történt igazából. Még meg szeretnék nézni a játékvezetők. Ugye az a kérdés, hogy ez sima falt volt-e, vagy sportszerűtlen. És hát itt vagy a tanakodás mellettem.
próbálok fülelni. De hát majd a karjelzésből biztosan látni és tudni fogjuk, hogy mi is történt valójában. Na, most eldöntötte a két úriember. És nagyon néz ki, hogy csak nem sportszerűtlen. Csupkovicsnak ez a negyedik személyi hibája. Éveznek az első. Hát lassan kezd helyreállni a rend, ami biztos, hogy Csupkovicsot kiállították. Ő neki kénytelen, hogy elhagyja a játékteret. Tehát az egész úgy indult, hogy Evansre fújtak egy személyi hibát, aztán Csupkovics kapott egy sportszerűtlent, majd kakaskodásért. Ugye Evans és Csupkovics között jött egy-egy technikai, és ezt követően ugye szabályok értelmében Csupkovicsnak el kellett hagynia a játékteret. Tehát a pici intermezzo akkor most, hát nem is volt pici, de úgy néz ki, hogy megoldódott. Szóval 87-62. Ember azt gondolná, hogy játékvezetői szempontból már egy 87-62-es állásnál járó mérkőzés nem is olyan nehéz. De hát most azért ezt alaposan ki kellett elemezni. Faust. Lóránt. Evans. Láb volt. Evans. Rövid a dobás. Meghozza Fausttól. Guyton. Molnár. Markovic. Molnár tovább. Dobhat. Jackson és Kisraúl is 4-4 személyi hibával áll. 87-63. És Guyton gyakorlatilag az első negyed
végétől, a második negyed elejétől kezdve nem tudott pontot szerezni, ugyanúgy 13-nál jár. Ez szép passz. Kis Velkei. Evans. Brighton második hibája, Evans a büntetőkkel. Itt váltja közben Coleman. Evans 14 pontos, neki nagyszerű statisztikái vannak, 18 pont és 7 gólpassz. Pontban hatodik, gólpasszban pedig második. Az egész bajnokságot tekintve. Shannon Evans. Markovic. Markovic. Szép labda. Evans és Laurent. Jár a Pacsi Evansnek Laurenttól. 90 pontnál a Paks. McDuffie. Még dobhat is. ...68-nál. Jó volt ugyanis a kosár. ...13 pontos McDuffie. 90-69. Faust. Kovács. Laurent. Nem táncol be a labda a gyűrűbe. Szépen fordult rá Laurent csorvási közben. Kovácsot próbálja eltávolítani onnan. Jubicic. És Guytontól nincs kosár továbbra sem. Ez nagyon hosszú szünet tőle. Coleman! Faust! 5 perc még a meccsből. Kovács! Laurent senki nem támadja, és be is megy a tripla. 93-69. Jó a blokk Laurenttól! Kovács és Faust! 95-69. Pillanatok alatt tud villanni a Paks. És ismét egy lerohanás, egy nagyon gyors akció. 95-69, újabb időkérés a Fehérvártól, de ez már nagyon a veszett fejszenyelének tűnik. Hát meg kell próbálni valamelyest faragni ebből a hátrányból, ez nyilván gyors akciókkal lehet. De hát a sok pici apró pont sem biztos, hogy
Elég, nagyon kevés idő van hátra. Sőt, tehát innentől kezdve nem, hogy picikót kell, hanem csak távolról kintről dobni. Csorvási. Az ígyszer sem akar összejönni. Kovács, Faust. Coleman. Evans. Visszatáncol! Nagyon nagy tripla volt. 98-69. És még több mint 4 perc vissza van. Jovičić. Coleman, és bemegy. 100 pontnál az atomerőmű. Markovics élvezik a játékot, a paksiak fel vannak villanyozva. Csorvási. Csorvási. 171. Időkérés következik. Van is kis jól. Hát a látványra is adni akar a paksi csapat. Itt ez egy óriási szerelés volt Evans-től. Innen indult ez az akció, amelyet kosárral fejezett be Coleman. Evans. Na nézzük, hogy a figurából mi jön össze. Jackson ki a sorokba. Másodjára is megpróbálja a távolit Coleman. Nem lett belőle tripla. McDuffie. Újabb labdaszerzés. Evans. Hatalmas értékesen a Evans a Paksnak. Ő már tavaly is Pakson játszott. Sérülés után tért vissza. És tényleg nagyon jól szervez, nagyon jól tör be. Annak ellenére, hogy ezt most egyedül csinálta meg, egyáltalán nem nevezhető önző játékosnak. Szép zsákolás közben. McDuffie. És eredetileg kettes a posztja Evansnek, de amint láthatjuk, nagyon jól tud irányítani is. Csorvási. Jackson hibája. Nagy nehezen megmutatja Zunic. Jackson kipontozódott, az ötödik hibája volt. Itt pedig Evans. Még játszana Jackson, de hát meg lehet érteni 102-73-nál. Thank you.
72-74. Markovics. Közelről sem. Kovács. Két percen belül járunk. Kovács Ákos. Kis. Evans. Kétszer is kidobta magából a gyűrű. Ljubicsics. Govens, nincs tripla. Evans. Órát kap megint a combjához. Harmadik negyedben említettem, hogy tett egy hasonló mozdulatot, de aztán folytatta a játékot Lóránt. Faust jön helyette. Ez nem most történt, ez egészen biztos. Szól a játékvezetőknek, lekéreckedett Lóránt. Hát remélem, hogy nem komoly a probléma. Faust. Kovács, Kis. Hármat dobhat majd. Márkovics harmadik hibája, és Kis Raúl. A kiegészítő ember, nagy napja. 103-74, 11 pontos Kis Raúl. Harminc pont a különbség. Egészen hihetetlen. Háromból három. A hármas számmal ma jó barátságban van Kis. 105-74. A paksi csapat a legutóbbi négy hazai mérkőzéséből három alkalommal is kikapott a Fehérvártól. Most azonban nem fog, és ez a siker bizony megalapozhatja a remek folytatást, a jó folytatást ebben a szezonban. Kecskeméten is az előző mérkőzésén a Paks 100 pont fölött dobott, 105-99-re nyert. És most is megvan ez a 100-as, sőt a 105-os határ, sőt még emelni is lehet a tétet. Evans. 106. Nagyszerű a hangulat a Paksi arénában. Megint csak Evans. 107-76, és jön a fiatal Szalai is a végére. Utolsó percen belül járunk most már. McDuffie! Szala szétszette most a gyűrűt McDuffie. Hát egyedül az ő teljesítménye, amely ért valamit a második fél időben. Az elsőhöz képest feljavult Szalai közben. 109-78. Ljubicsics. Ljubicsics. Nincs tripla. Megint csak McDuffie. Kozmetikázza az eredményt. 80-ig eljut az Alba Fehérvár is. Az idegenben egyáltalán nem rossz, hogy valaki 80 pontot szerez. De hát a hazai csapat az atomerőmű 100 fölött zár, és már a fél időben 60-ig jutott, és ezt még megfejelte 49 ponttal, és nagyon, de nagyon magabiztosan korábbi csapata ellen Zunics Branislav nagyszerű győzelmet arat
Maksi szempontból. Nyilván a fehérváriaknak lesz ennél még, vagy lesznek még ennél sokkal jobb mérkőzéseik, de itt ma a Paks egyértelműen jobb teljesítményt nyújtott. És az, ami ebben a szezonban igaz, a Fehérvárra az igaz volt ezen a mérkőzésen.